Craig Fairbrass, Rosta Sándor. Nem sokáig bírod már, Alex. Fejezzük be gyorsan. Hol a kábítószer? Nézd, megmondtam már. Eltűnt. Abban a bizonyos obbanásban. Utoljára kérlek. Mondd el, mi történt. De most lehetőleg pontosan. Itt valami félreértés van. Én már mindent elmondtam, amit tudok. Persze. Lezárt terület, belépni tilos. A kábítószer kereskedésért halálbüntetés jár. Egyszerűen hihetetlen, nem lehet igaz. Pénz, egy csomó pénzzel tartozol fogok. Apad be már! 250 ezer dollár, azaz pontosan 250 millió. Hallgass már el! Arról volt szó, hogy megduplázod a dohányt, nem? De igen! Egy rohadt keci van! De meg egy kapzsi állat! Arról volt szó, igen, de problémák merültek fel. Szállj be a hajóba! Legközelebb profikat bérelek! Hé, szállj be a csónakba, el vagy szállva! Nem, még nem, de nem sokára el lesz. Előbb meg kell néznem, aztán készítek egy jó keveréket. Megyek, kifizetem a barátunkat. Addig felkészülhetek az indulás, rendben? Elintézed egyedül, vagy kell hozzá segítség? Hazudtál nekem, Paul. Ki ez a sekre? Ő fog fedezni minket. Hello! Miért nem indulunk már? Mire várunk, a zsarukra? Mit jár annyit a szád? Mindannyian sietünk. Ha te meg a barátnőt segítenétek egy kicsit, annál hamarabb indulhatnánk. Szép kis kirándulás. Nem látjátok, hogy fájdalmai vannak? Szarok a fájdalmaira, csak induljuk már el! Sosem hallgatsz rám. Az amatőrökkel mindig sok a baj. Ez az ő befektetése. Ha látni akarja, mi folyik, nem akadályozhatom meg. Csak a hülye barátnőjét hagytad volna. Nem lehetett. Mondom, hogy ez az ő üzlete. Nem indulhatnánk már végre el. Marhára fáj a kezem. Kórházba kéne menned, rengeteg vért veszített. Erre most nincs idő. Van itt egy ápolónő, majd ő ellát. Induljunk már! Figyelem, rögtön indulnak. Ide figyelj, Paul. Ha Alex és én nem futunk be a kikötőbe... Akkor most éppen Szent Péterrel fognátok kezet. Oké, ha befejeztétek, indulhatok. Még nem fejeztük be. Figyelmeztetlek, elszúrtad az egészet, most fizes! Mennyi vákoly, indítsd el a hajót! Alex, add ide a táskát! Nem értesz semmit. Hagyj már béké, jó? Szükségünk van rájuk. Alex ismeri a terepet, Rachel pedig összehoz a vevőkkel. Na, ha ezt most elszúrjuk, akkor futsz az üzletnek. Az üzletnek? Igen. Te ezt üzletnek nevezed? Az egész illegális és erkölcstelen. Hagyd abba a prédikálást, jó? Örülök, hogy velünk jönnek. Indulhatunk már? Igen. Indulhatunk. Imádkozzunk, hogy jó legyen a szél. Kaczynszki Edi, Pol Nándor, Kis Erika, Galbenisz Tomás, Zsurs Kati, Varga Tamás, Zsolnai Júlia, Dobránszki Zoltán, Galamb György. Magyar szöveg Soproni Klára, hangmérnök Kardos Péter, vágó Simkó Ferenc, gyártásvezető Gelencsi Radvien, szinkronrendező Lakos Éva. A szinkront az Intercom megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.
John Murphy. Adam Knight regényéből a forgatókönyvet írta John Brosnan. Valami átokül rajtunk. Ez volt megírva a sors könyvében. Ez nem a sors, inkább valami idióta. Én áldom a sorsot. Pár másodperc és mi is benne égünk. Pisilnem kell. Nagyon kell. Akkor pisilj. Nem tudok itt mindenki előtt. Mindannyian meghalunk. Remek. Mondj még pár biztató szót. Alex, elvesztettem az öngyújtómat. Örülnék, ha nem nyújtanál rá. Én meg örülnék, ha nem lélegeznél már. Hallgass, Alex, hagyd már békén. Nem már, te hallgass. Örülj, hogy egyáltalán itt lehetsz. Baleset volt. Mindannyiótokat figyelmeztettelek. Hogy lehet valaki ekkora barom, hogy elalszik a kezében égő narkóval? Én nem aludtam el. El voltam szállva. El voltál szállva? Áll a neked most a jacht, és 600 kiló narkó a tenger mélyén fekszik. Még megvan a heroin. Óriási, akár vissza is vonulhatunk. Csak egy valamit mondj meg. Meddig tart ki a dohány, ha négy felé osztjuk? Úgy érted, hat felé? Nem, Mark. Négy felé. Téged, meg a helyes kis csajodat. Leszavaztuk. Ezt nem teheted. Én szerveztem az egész műveletet. Aztán elsüllyesztetted az árut. Mi van? Valami van a tutaj alatt. Ütődést éreztem. Igaza van, én is éreztem. Adjatok egy lapátot. Nem látok semmit. Ezzel nem sokra megyek. Fogd meg! Segíts! Fogd meg! Fordítsd a hátára! Nézzétek! Duncan Chairman, biztonsági őr. Hát ez meg hogy került ide? Mit gondoltok, bele fulladt? Szerintem ez jó jel. Azt jelenti, hogy van egy hajó a közelben. Én szívesen becserélném Markra, de ez csak egy vágyam. Jó papa vagy. Szerintetek megölték? Oh, Uramisten! Krisztin, nyugi, add ide a lápát. Add ide a lapát. Segítség! Segítsenek! Segítsenek! Menjenek ki innen! Mi az itt? Mindenki süke! Segítség! Segítsenek! Vigyenek ki innen! Van itt valaki? Vagy megsüketültek? Hol vannak? Hagyd abba már! Senki sincs a koronyban! Mi van? Nyugi, valakinek lennie kell! Hallgass már, ülj csak le, úgysem hallanak.
Ez azt jelenti, hogy egyikünknek fel kell mászni. Szóval ki lesz az? Én nem tudok olyan magasra felmászni. Ne nézz így. Mi vagyok én, valami gyík? Csak egy valaki mászhat fel oda. Te akarod megtenni, kapitán? Úgy látszik, nekem jut a feladat. Már. Vigyázz a kezedre! Majd én fogom! A lábatokra is vigyázzatok! Na végre sikerült! De maradjatok nyugton! Ne rázzátok már annyira! Mi van? Lejtettem a táskába! Aj, nem érdekes, hagyd már! Nem számít, majd veszel egy újat! Minden rendben? Igen! Alex! Hol vannak az emberek? Alex! Elképesztő ez az egész. Vigyázzatok, hova léptek! Vigyázz! Jól vagy? Csak szép nyugodtan, minden rendben. Jézusom! Megértetek? Na, marha vicces. Helyes. Ne menjetek a szélére. Jó. Úgy látom, jól kiismered magad. Igen, pár éve dolgoztam egy hajón. A felébe. A víz minden. Vigyázzatok, hová léptek. Undorító ez a víz. Vigyázzatok!
gusztustalan. Hello! Ez bomba jó. Be van zárva? Igen. Hová tűntek az emberek? Hello! Meg kéne nézni a kantin, biztosan ott vannak. Előbb keressük meg a WC-t, bepisílek. Feltöltenítő készül. Mint a Star Trekben. Gyertek utána. Krisztin, oldsd már el azokat. Dr. Carol Soames. Hol nézd csak? Ha? Egy karkötő. Vajon miért hagyott itt mindent? Nem tudom. Lehet, hogy fertőzötté vált. Betojtál? Kösz. Titkos a jelszó. Nézzétek, van itt egy másik helyiség is. De semmi értelme. Ez egy biológiai kutató. Igen, de nem értem sehol. Semmi vér, semmi állat. Túl tiszta az egész. Ez valami különleges szoba. Hé, hey, Alex! Mi az? Mi a baj? Megvan ez töltve? Igen, miért? Csak nem vagy ideges egy megtöltött fegyvert. De. Most boldog vagy? Képzel. Boldog vagyok. Meg kéne tanulnunk, hogy kell ezeket kezelni. Használtatok már ilyet? Remek. Most már ketten is játszhattok. Mit, ha vagytok így beszarva? Tisztára bedülisztetek. Fogd meg, ne tedd az ujjadat a ravaszra, tedd ide a kezed. Így? Ez az. Kibiztosítás. Fél automata. Automata. Itt tartsd az ujjad, amíg nem kell lőni. Jó. Hol? Mi van? Ezek itt DNS metszetek. Mellette pedig a vegyi ellenzések. Aha, aha. Ez emberi DNS. Fogalmam sincs, mi lehet. Mit csinálhatnak itt?
Talán környezetbarát olajjal kísérleteznek. De büdös van itt. Ezek a ketrecek nyilván az állatoknak kellenek. Kísérlet? Ilyen barom. Mark! Mi van? Marha nagy egér. Egész biztos, hogy valami genetikai kísérlet lehet. Mi köze egy olajtársaságnak a genetikai kísérletekhez? Pontosan. Ezzel a felszereléssel nem olajat finomítanak. Úgy tűnik, nagy gonddal rejtették el ide a laboratóriumot. Ezek a ketrecek nem nyílnak. Hé, gyerekek! Furcsa, hogy egyik ketrec sem nyílik. Micsoda? Hol van Kriszti? Krisz! Egy perce még itt. Krisz! Krisztin! 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 Hol lehet? Biztos valami szörnyűség történt vele. Mi az? Mit néztek így? Mit csináltál itt? Nem lófelhatsz itt egyedül, mi ki nem derítjük, mi ez az egész. De pisilnem kellett. Megtaláltad a mosdót? Igen, van itt egy jó csomó erre, fürdőszobák zuhanyozókkal. De jó ég. Most már csak ennem kéne valamit. Megkeressük a konyhát, ha a többiek kijönnek. Igen. De előbb meg kéne néznünk, hogy honnan irányítják ezeket. Miért? Mert ott lesz a hajó központja, és ott rádiót is találunk. Mi van? Elvesztettem a cuccomat, a táskámat, mindent. Szeretném, ha segítenél. Most kell, hogy segíts! Most! Kicsit a dolgok megkapod. Mark! Ez nem. Nem tudom működésbe hozni. Elég riasztó. Na ne beszélj. Lehet, hogy létrehoztak valami vírust a laborban, és az aztán mindenkit megfertőzött. Persze, aztán mindenki bedirizett, és lelőtték egymást. Akkor találj ki valami jobbat. Mi is belélegeztük, mégsem lett semmi bajunk. Legalábbis eddig. De mi van a tetemekkel? A túlélők bedobták őket a tengerbe. Lehet, de csak egy hullát láttunk a tengerben. És őt nem lőtték le. Hol vannak a többiek? Bújkálnak a hajón. Nem keresnék meg már végre a konyhát. De. Csak előbb össze kell gyűjtenünk minden fegyvert, amennyit elbírunk. Rendben? Tegyél bele tejszínt.
Nincs se tejszín, se cukor. Gusztustan. Jó lesz? Feketén kérem? Igen. Meddig maradunk itt? Mikor jutunk már ki innen? Uh-huh. Kösz szépen, jó lesz. Elég? Igen. Köszönöm. Szerintetek meg lehet enni ezt a kaját? Azt hiszem, az ételmérgezés miatt kell a legkevésbé aggódnunk. Annyi itt a fegyver, hogy egy hadseregnek is elég lenne. Nyilván felkészültek a védekezésre. Add már ide. Ketchup. Felkészültek, de mégis váratlanul érte őket. Mi van? Mindenki jól van? Akkor ideje indulnunk. Gyerünk már, kelj fel! Van okunk félni? Azt hiszem. Alex, mondd, mi folyik itt? Attól függ, mire vagy kíváncsi. A kábítószerügyre, vagy erre a nagyon különös helyzetre? Mindkettőre. Bárki maradtunk volna az egészből. Ez az egész. Meglátod. Sok pénzt hoz. Több havi munkánk ment kárba. Még nem. Polnál van még a heroin, ami elvezethet minket a velőhöz. Szeretsz engem? Na és ez a hely itt? Én elfogadom minden elméletét. Itt valami illegális genetikai kutatás folyik. Vagy valami újfajta kábítószert állítanak elő? Nem, nem. Sokkal többről van szó. Nézd meg Markot! Itt haldoklik a szemünk előtt. Ez sem elég bizonyíték? Tényleg, adnom kell neki. Megyek is. Szóval mi a terv? Holnap reggel korán mentőcsónakkal elhagyjuk ezt a hajót. A fedélzeten kell lennie a vészjelzőnek. Előbb értünk ennek, mint hinnénk. Annyira utálom, hogy megint együtt leszünk velük a vízen. Akkor is jobb, mintha itt maradnánk. A vállalat, akié a hajó, nyilván ki akarja deríteni, miért szakadt meg a kapcsolat. Akkor elvisznek minket. Ezt erősen kétlem, a tulajdonosok csöppet sem örülnének, ha itt találnának minket a hajón. Igen, de legalább kideríthetnénk, hogy mi folyik. De Rachel, nem érted? Nem volna szabad itt lennünk.
Mindjárt jövök. Mi lehetett? Meg kell keresnem Polt! Linda, várj! Gyerünk, menjünk gyorsan! Gyerünk! Dehogy megyek. Tényleg rossz ötlet. Mit gondolsz, mi volt ez? Honnan tudja? Mindenki maradjon csendben! Paul! Merre vagy? Linda! Paul! Paul! Ennyi meg! De így lelövöm! Dehogy lövöm le! Hát maga kicsoda? Dr. Shelley-nek hívnak. Azonnal el kell hagyniuk a hajót. De Polt bezárták ide! Nagyon téved, kedves hölgyem! Nincs ide bent senki, higgy el! Engem nem érdekel, tudnunk kell, hogy mi folyik itt! Charlie volt az. De ne féljenek! Hála a barátjuknak, újra kordában tudjuk tartani. És most el kell hagyniuk a hajót, mert nagy veszélyben van. Kérem, várjon még egy percet! Tisztázzunk valamit. Maga előbukkant a semmi. Valami különös lény elragadta a barátunkat. És ezek után azt mondja, jobb, ha elmegyünk. Tudni akarom, mi folyik itt. Kérem! Kérem! Menjenek! Gyorsan! Jól vagy, szívem? Elasztán erős fickó volt. Jól van, nyugodj meg. Szerintem tegyük, amit mondott. Tűnjünk el innen. Igen, nem mehetnék már is. Amint meg tudom, mi folyik itt. Hol a fenében van? Mi ez a szag? Nézzétek! Linda, segíts! Még életben van. Igen, lehet. Meg kell találnunk. De, menjünk innen, azonnal. Én nem megyek, míg meg nem találom. Tényleg? Akkor sok szerencsét. Majd küld képeslapot. Gyere, Krisztián. Nem, Mark. Folytassuk a keresést. Mégis, meddig? Meg tudjuk, mi folyik itt. Itt nincs. Gyertek. Nyugi, meg fogjuk találni. Ennek mi értelme? Visszajöttünk az ászintre. Itt nem hallani semmit. Menjünk vissza. Ne!
Erre még sose jártunk, biztos vagyok benne. Nagyon sajnálom, volt. Én is sajnálom. De, az öv a pénze. Hol van? Most mi van? Valaki elment az ajtó előtt. Biztos? Igen, azt hiszem, ott van. Igaza van, gyertek! Hé! Várjon! Hey, várjon! Álljon meg! Kicsoda maga? Mit akar tőlem? Üljön le! Tudja, hol van Paul? Hey, várj még egy kicsit. Szóval, kezdjük az elején. Mi ez a hely? Ez egy kutatóállomás. Igen, azt tudjuk, de mit csinálnak? Maga Carol Sons. Megtaláltuk a ruháját. Csak voltam Carol Sons. Van még ez is. Csak volt. Na jó, hagyja abba ezt az ihálást. És mondja, hogy mi folyik itt. Brinkston! Nem tudtunk ellenállni az ajánlatuknak. A hihetetlenül sok pénznek, és hogy genetikai kísérleteket folytathatunk. Miért fizették magukat? Brinkston már öreg. És nem akar. Meghalni! Persze, hogy nem akar. Ki akar? El kell most mennem! Nem megy el, leül és válaszol a kérdéseimre. Mint halottak vagyunk. Mi? Mondja már! Alex, nem esett bajod? Nem, jól vagyok. De különös, hogy ma már másodszor terít le egy vadidegen. Így egy kicsit megrendül bennük a bizalmam. Ez azért szégyen. Elég deltás vagyok. Mostantól valaki más beszéljen velük. Alex! Alex! Várj! Alex! Valami egészen különös folyik itt. Miért? Mi olyan különös? Paul és én megtaláltuk a ruháit. A cipőjét, a karkötőjét. És most ugyanezek voltak rajta. Egy nyápisz doktornő áthajítja Mr. Machót az üvegfalon. Te meg az ékszereiről beszélsz. Mi ebben a különös? Ez. Egyszerűen nem tudok már tovább várni rájuk. Megyek és megkeresem volt. Ne hagyj itt minket! Nem tudnátok elhallgattatni? Megtaláltad a doktornőt? Nem, túl gyorsan szaladt. Hol van Rachel? Én nem láttam. Pedig utánad ment. Merre? Alex!
Vagyok. Nyugodj meg, kérlek, nyugodj meg! Az a doktornő, Carol Soames, de nem ő volt. Semmi baj, állj ide mögé! Ez nem lehet igaz. Maga meg kicsoda? Buckley, biztonsági őr. Te feltartott kézzel nem tudok csevegni magukkal. Charlie erre jön. Kövessenek. Ez volt a tudósok szobája. Figyeljenek a fegyvereikre! Akkor lelassíthatjuk. Nem ölhetjük meg, de más irányba tereljük. Hogy más irányba? Alex, el kell mondanom, hogy mit láttam. Nincs már sok időnk. Helyezkedjenek el! És mindannyian célozzák meg az ajtót! A tudósok. Jól elszúrták. Azt hitték, kordában tudják tartani. De egyre gyengébbek lettek. Ő meg egyre erősebb. Nem értem, hogyan. Hol vannak a többiek? Charlie-val. Készüljenek fel. De most már közel van. Én nem hallok semmit. Higgyen nekem. Közel van. Hol van már? Rachel, el kell tűnnünk innen! Menjünk! Jól van, nyugi! Húzzuk a pályba! Nyugi, nyugodj már meg! Innen. Azt mondod, hogy nyugodjak meg! A pályik versen végül van! Láttátok ezt a szörnyet? Olyan hatalmas volt és olyan nyárkás. Rachel, jól vagy? Életben van, de elvesztette az eszméletét. Mi történt? Mi történt az a biztonsági őrrel? Vak vagy, ő volt Charlie! Én ezt nem értem. Csak ne pánikolj, gyere ide szépen és segíts nekünk, jó? Mark, megtennéd végre, hogy elviszel innen a büdös francba! Különös. Nagyon, nagyon különös. Különös. Gyere már! Várjatok! Különös. Különös. Nagyon különös. Igen, különös.
Megtettem, amit tudtam. Rossz állapotban van. Az Isten szerelmére, mondj el valaki, mi történik itt. Én ebbe beledézem, Mark! Linda, mi a szar folyik itt? El sem tudom képzelni, milyen kísérlettel hoztak létre egy ilyen szörnyet. Mit is mondott Dr. Soames Brinkston halálfélelméről? Linda, szerintem ennek a szörnynek semmi köze sincs Brinkston halálfélelméhez. Igen, rettentően különös. De honnan jött elő? Mind meghalunk, ha itt maradunk. Ha el akartok menni, menjetek. Csak tessék, nyugodtan. Megőrültél, mikor bárhonnan előbukkalhat a szemét. Pontosan erről van szó. Kint van valahol, ennek a szobának csak egy bejárata van. Itt legalább tudjuk, honnan jön. Figyeljetek, mielőtt újra pánikba esnénk és sikoltoznánk. Próbáljunk megnyugodni, és valami logikusat kisütni ebből az egészből. Logikusat egészet, kisütni? Megalább hallgass az egészet, amit én baj! Itt ez a valami. Időnként felbukkan, és úgy néz ki, mint egy biztonságőr, igaz? És feltehetőleg megölt már mindenkit a hajó. De két tudós még életben van, és talán meg tudják fékezni. Igen, csak hogy ez a két tudós elég különös alak. Főleg az a doktornő. Mi ez a szag? Elég undorító. Éreztem már ezt a szagot. A laborban. A tudósok szobájában. Mit gondoltak, visszajön? Végül is, ha újra visszajön, le tudjuk verni. Az előbbi sikerült, nem igaz? Mark, mi az, hogy le tudjuk verni? Nem vetted észre, mindannyiunkat meg akart ölni. Rachel. Hello. Hogy érzed magad? Vannak fájdalmaid? Hozzak neked valamit. Igen, ki vagyok száradva. Örülök, hogy újra itt vagy. Én is. Most elaludt. Nyilván nagyon megviselte, de rendbe jön. Jó lesz, ha rendbe jön, mert indulnunk kell. Hogy gondolod ezt? Az egyik mentőcsónakban, ha be tudom indítani. A rázkódástól biztos, hogy nagyon rosszul lesz, és akkor mit csinálunk ott vele? Én itt maradok, míg megtalálom Polt. Linda, szinte semmi esélyre, hogy Polt... Nem! Még életben van. Mi ez az egész? Azok után, ami velünk történt, itt akarsz maradni egyedül? Nincs más választásom, igaz? Veled mennék, de nem hagyhatom itt Rachel-t. Linda, várj! Én megyek. Maradj itt, vigyázz Rachel-re. Most mi ez a hirtelen aggodalom? Semmi. Jobb, ha én megyek. Jól van. Ha bárki bejön az ajtó, rajtam kívül. Csak lőj.
Tudod, meg voltam győződve, hogy Alex egy seggfej. Ritka nagy barom, az biztos. Nem. Csak tudod, hol szerezted azt? A folyosón találtam. A fülkétek mellett volt. Nyilván bólejtett el, amikor... Igen, neked akart vinni belőle. A jó öreg Paul. Sosem bocsájtom meg, hogy Paul-t belerángattad. Ne nyavaljuk már örökké. Segítség! Segítség! Ez a Brinkston fedélzet. 1, 3, 4. Ismétlem. 1, 3, 4. Ismét... Nézd meg! Mi ez? Alice csoda országban? Én remélem, hogy megtalálják a kazettát. Talán ez az utolsó alkalom, hogy figyelmeztessem magukat. Nincs már erőm, hogy küzdjek Charlie-val. Feladtam. Hamarosan én is olyan leszek, mint ő. Mint a többiek. Mi sosem akartuk elvinni, hogy elérjük azt, amit Brinkston akart. Mi voltunk a legjobban meglepve, hogy ilyen gyorsan sikerült. Tudják, minden élő szövet 95%-át a víz teszi ki. Mi a többi 5%-ra koncentráltunk. Hihetetlen, de sikerült létrehoznunk egy olyan szintetikus DNS-t, ami képes volt az azonnali evolúcióra. Nem kiemik fel. Gyorsan gyógyulok. Nézd csak meg! Én ezt nem értem. Olyan egyszerű. Téged akarlak. Most rögtön. Tényleg? Rajta. Mark! Mi van? Segíts nekem! Miben segítsek? Én ezt nem akarom, értsd meg! Ez nem én vagyok! Mi az, hogy nem te vagy? Hívd gyorsan Alexet! Miért hívnám Alexet? Miről beszélsz? Rachel, furcsán viselkedsz. Aztán elneveztük őt Proteusnak. De több sikertelen kísérlet után, hogy a többi állattal aktivizáljuk Proteuszt, kipróbáltuk az egyik példányunkkal, Karkarodonnal, a cápával, akit magunk közt Charlie-nak becéztünk. És ez bejött. Te jó ég, ez bejött. Furcsán viselkedsz. Ne! Ne! Engedj el! Ne csináld az Istenit! Engedj el! Azt hittük, kudarcot vallottunk, amikor végre sikerült megölni a cápát. Azt hittük, hogy nem képes már a
protektív adaptációra. De tévedtünk. Mert Proteus áttért egy újabb szintre. A cápa szöveteit egy új formává alakította át. Amorfá. Azon az éjszakán kimászott a tartályból, és bekebelezte az összes állatot az akváriumban. Nagyon örültünk. Hülyék voltunk. Már megint belőtted magad. Teljesen tönkrömész. Azt hittük, kordában tudjuk tartani, még akkor is, amikor ránk támadt. Próbáltuk elpusztítani, de saját teremtményünk, akit elpusztíthatatlannak alkottunk, végzett velünk. A végén mindannyiunkat bekebelezett. Mark, hol van Rachel? Tudom, hogy el vagy szállva, de látnod kellett volna, ha elment. Nem láttam. Mi a baj? Az idióta haverot hagyta, hogy Rachel elkóboroljon. A teremtmény folyton változott, átalakult. És egyre erősebb lett. De alapvetően megmaradt gyilkosnak. Nem hagyhatsz itt minket. Dehogy nem. Várj! Kérlek, ne menj el! Meg kell találnom Rachelt. Vigyázz Markra, hogy ne adagolja túl magát. Proteus DNS-ébe sikerült bekódolnunk egy végső túlélési mechanizmust. Charlie elrabolja áldozatai DNS-ét a bennük lévő minden lehetséges, értékes vonással. A mi esetünkben a tudásunkkal. Emlékeinkkel. Szia, Chris! Rachel! Bár mindannyiunkat bekebelezett ez a teremtmény, néhányan mégis érintetlenek maradtak, és megmaradt a személyiségük. Ám a teremtmény egyre erőteljesebb, egyre intelligensebb lett. Mi történt? Meglepetésem van. Én ezt nem értem. Hol van már? Közel. Nagyon közel. A heroin különleges hatással van a teremtményre. Összezavarja. Ezért történt, hogy átmenetileg újra visszanyertem az uralmamat felette. Mark vár rád, és Charlie is. Úgy gondolom, hogy egy hatalmas adag heroin kikészítheti Charlie-t jó időre, hogy megtudjam ölni. Rachel, nagyon megrémítesz. Ne félj, olyan leszel, mint Charlie. Istenem! Pusz, Kriszi, pusz! Jaj, hála Istennek! Jaj, ne! Segíts, kérlek, segíts!
Hála Istennek. Hol vannak a többiek? Nem tudom. Amikor felébredtem, egyedül voltam. Annyira féltem. El sem tudom hinni, hogy Linda egyedül hagyott. Kérlek, nem tudnám csak úgy egyszerűen elmenni. Hagyjuk a heroint. El akarok menni innen. Persze, elmegyünk, de hogy érzed magad? Nem túl jól. Olyan iszonyatos álmom volt. Már nem emlékszem, hogy mi volt, de még mindig hallom a szörnyű hangokat. Sok mindenem mentél át. Sokkos állapotban vagy. Mi van a sebben a melleden? Nem értem, miről beszélsz. Amikor ez a szörny megragadott a mellednél. Nem, az csak álmomban volt. Nem értem, mit beszélsz. Nincs semmilyen sebem. Most csak álmodtam. Most miért nézel így rá? Rachel. Mi az? Rachel. Ne gyere közelebb. Megőrültél? Téged is bekeverezett. Igaz? De hát miről beszélsz? Kérlek, Alex. Én vagyok az. Bár így volna. Rachel, sajnálom. Őszintén sajnálom. Ne! Kellett volna istenned! Most felébresztetted őket! Istenért, ne lőj! Én vagyok az Alex! Hagyd abba a tüzelést, nyugodj meg! Nyugi! Nem tudsz átverni, te is olyan vagy, mint ők. Nem, én nem. Csak egy van belőle. Igen, és miből? Figyelj, megtudtam mindent. Dr. Sherry kazettán mindent elmagyarázott. Csak egyetlen teremtmény létezik. Most találkoztam vele a betegszobában. Persze, tudtam, hogy ezt fogod majd mondani. Miről beszélsz? Hogy megváltoztál. Már nem vagy a régi Alex. A régi Alex csak szerep volt. Alex nem létezik. Nézd, tudom, hogy hihetetlen. Magam sem hinném el a helyedben. De rendőrtiszt vagyok. Ne viccelj már! Pedig így van. Rachel FBI ügynök volt. Téged a barátaiddal egy hónapja figyel a kábítószerügyi osztály. Te seggfej! Linda, én rendőrtiszt vagyok, te kábítószercsempész. Mi?
Nem tudok semmiféle kábítószerről. Lehet, de a megboldogult barátod attól még heroinnal kereskedett. Mi az, hogy megboldogult barátod? Linda, fogd már fel végre, hogy Paul nincs része lett annak a szörnynek. Ezt nem tudhatod. Csak így lehet a többiekkel együtt. Nem. Tudom, hogy te nem, mert most láttam a beteg szobában. Nem. Alex, nem hiszek neked. Ahogy akarod. Itt akarsz maradni? Vagy velem jössz és magad ellenőrzöd. Itt tud bejönni a szellőző berendezésen át. De hát hogy fér át egy ilyen kicsi helyen? Dr. Shelley azt mondja... Láttam már ezt a nyálkás valamit. Hol? Egy akváriumban lejjebb, és abban láttam. Mutasd meg! Kárkarodon, a nagy fehér cápa. Charlie! Biztosan visszajön ide. Persze, persze, hogy visszajön. Talán csapdát állíthatunk neki. Benne vagyok, van valami ötleted? Mit szólsz ehhez? Remek, gyere, menjünk! Linda, hallj meg ott! Jó, jó! Nyugodj meg, Alex! Nem merész helyemnél közelebb jönni! Nyugodj már meg, Alex! Nézd meg ezt, Paul, tényleg ő! Honnan tudod? Jézusom, te le akartál lőni engem! Kapsz 30 másodpercet, hogy meggyőz arról, hogy te vagy az. Drágám, én vagyok az, tényleg én. Hé, hey, Linda, ne hallgass rá. Ne hallgass rá. Ő Charlie. Lejárt az időt. Gyere! Zenefüleimnek. De örülök, hogy jól vagy. Már annyira aggódtam miattad. Úgy sajnálom, amit... Mi volt veled? Hol voltál eddig? Hol van a narkó? Szükségem van rá. Azt hiszem, a fülkében van. Nem. Már néztem. Lerakadtad valahová. Én nem tettem sehová. Linda... Szükségem van a heroinra. Csak Mark és Kristin tudott róla, hogy hová rejtettük. És ők nem tették el, tehát csak te maradsz. Én hozzá se nyúltam, nem tettem sehová. És honnan tudod, hogy nem ők voltak? Egyszerűen tudom. Szeretsz engem? Paul! Paul! Itt az idő, hogy csatlakozz a többiekhez. Akkor nem lesz többé titkod előttem. Paul! Engedd el, Charlie! Nálam van, amit akarsz! Na és hol van? Mondtam a kurvának, hogy nem lehet titka előttem. Hiányozni fogsz! Alex! Hús!
óvatosan. Úristen, ez a szag! Elpusztult már? Megnézed a pulzusát? Parancsolj! Én inkább elégetem. Mit gondolsz, mennyi az esély, hogy bejön? Kevés! Féltem, hogy ezt mondod. Linda, miért nem maradsz itt? Hát de csinálok a félelemtől, inkább beled megyek. Bátor lány vagy. Nem vagyok bátor. De honnan tudjam, ha legközelebb látlak, még mindig te vagy-e. Ah, ezt nem! Nem megyünk innen, míg biztosan nem tudom, hogy halott. Miért akarta Paul annyira a heroint? Talán azért, mert rászokott. Gyere, elmondom. Jellemző. Ez aztán jellemző. Ha látni akarod a szörnyet, biztosan nem bukkan elő. Lehet, hogy amikor robbantottál, bemászott a szellőzőbe, és ott pusztult. Nem hiszem. Maguk aztán nem sietik el a dolgokat. Dobja el a fegyverét! De hát én voltam, aki ide hívtam magukat. Oh, yeah! Kezeket fel! Megtudhatnám, mit keresnek maguk itt a hajómon? Mi történt itt? Mr. Pinkston, örülök, hogy megismerhettem. Igaza van, ez itt a maga hajója. Így joga van tudni az igazat, hogy pontosan mi is történik a hajóján. Minden évben Floridába megyünk nyaralni, de idén úgy döntöttünk, hogy valami közelebbi helyet keresünk. Elég a mockodásból. Válaszoljon a kérdésre. Azt hiszem, mindent meg tudok magyarázni önnek. Ez a két ember a csoport tagja, akik hajótörést szenvedtek, és itt kötöttek ki, miután a jachtjuk elsüllyedt. Kábítószercsempészek voltak. Nos, örülök, hogy újra látom, Shelley. Most volna olyan szíves, és megmagyarázná nekem, hogy miért szakadt meg minden kapcsolat ezzel a hajóval egy ideje, és miért nincs itt senki a fedélzeten? Egy kis technikai hiba történt, ezért átmenetileg ki kellett ürítenünk a hajót, de semmi komoly. Hamarosan helyreáll a normális rend. Dr. Shelley, gondolom tisztában van vele, milyen sokat jelent nekem ez a kísérlet, és mennyi pénzembe került már. A kis technikai hibánál azért több magyarázatra volna szükségem. Alex, mondd el az igazat. Gondolod, hinne nekem. Maguk meg mit sugyorognak ott? Mr. Princeton, nyilván nem fogja elhinni nekem, de az ott nem Dr. Shelley, hanem valami, ami pont úgy néz ki. A kísérlet kudarcba fulladt.
És az eredmény ez a pokoli szörnyeteg. Már mindenkit megölt itt a hajón. És most mi jövünk? Mondtam, hogy ezek kábítószercsempészek. Nyilván megkóstolták a szállítmányukat. Oké, hallgassák meg ezt. Én beépített rendőrtiszt vagyok. Rendben. És most mindenkit letartóztatok. Ez nevetséges. Ez az ember őrült. Tudja mit, Brinkstar? Talán igaza van. Ki akar élni? Hát halljam, ők ki akar élni! Maga őrült. Fogalma sincs róla, hogy mit csinált. Nem érdekel, mert én most elmegyek. Öljék meg! Öljék meg! Hello, Leonard. A tudomány csodája, Leonard. És ezt átadom maguknak. Megcsináltam. Sikerült végre? Na igen, sikerült végre. Olyannyira, hogy a legmerészebb álmait is felülmúlja. Olyannyira, hogy az egész emberiséget ódivatúvá tettük. Tessék, Leonard, most megmutatom, hogy mi az, amit sikerült elérnünk. Jó ég! Figyelem, a távirányítási robbanó működésbe lép. Kérjük, hogy mindenki foglalja el a helyét. Kezdjék el az evakuálást. Itt jön. Gyerünk, minden itt van mögöttünk. A robbanás 11 perc múlva kezdődik. Gyerünk, gyorsan! Emlékszel, Linda? Mindent úgy csinálja, hogy mutattam neked. Rendben? Ne félj tőlem. Csak én vagyok. A robbantás 8 perc múlva jön. Rachel. Hiányzom, Alex. Lőd le! Lőd le! Tényleg én vagyok az. Charlie az. Elaludt a lapoma után. Csak el akartam búcsúzni tőled. Ne gyere közelebb hozzám, Rachel! Emlékszel még, milyen volt, Alex? Ne gyere közelebb hozzám! Fogadj
Hol van a maradék? Itt van. Tényleg nagyon akarod? Tudom, mit mondott neked Shelley, de Shelley egy hülye. Fogalma sincs a lehetőségekről. Egy teljesen új életformáról. Egy felsőbbrendű életformáról. Felsőbbrendű? Mi vagy te? Egy rohadt narkó, semmi más. Látni akarod, mi vagyok? Megmutatom, hogy mi vagyok. Jesus, Maria.
esett bajod? Túlélem. Elpusztult? Remélem. Elegem van ebből a helyből. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viszontlátás. Kingston! Lejárt a vízuma. Tegye meg egy szívességet. Repüljön tovább. Szóval? Letartóztat, ha földet érünk? Nem tudom. Még nem döntöttem. Seggfej.